2010-ben kezdődött el itthon a bürokrácia csökkentését célzó program. Azóta számos területen egyszerűsödött az ügyintézés, az intézkedések sora pedig idén tovább bővül. Mint a miniszterelnökség néhány nappal ezelőtti közleményéből kiderül, az újonnan hatályba lépő jogszabályok nem csak a vállalkozók és az állampolgárok terheinek mérsékléséhez járulnak hozzá, hanem a szankció törvény lépésével a közigazgatás, a bírságolás helyett elsősorban az önkéntes, jogkövető magatartást ösztönzi. A bürokrácia csökkentő csomag újabb elemeinek is az a célja, hogy online akár otthonról minél szélesebb körben tudjuk az elektronikus szolgáltatásokat igénybe venni. Én már egy hiány 450 kormányhivatali ügykörben nyújthatunk be a kérelmek elektronikus űrlap segítségével, így már a csecsemő vagy a gyermekgondozási díj iránti igény is. A gazdaság versenyképességének javítása érdekében csak ennek az egyéni vállalkozók és a gazdasági társaságok adminisztratív terhe is. Egyszerűsödik például a vállalkozás gazdasági társasági bankszámla megnyitása, valamint megszüntetése során szükséges ügyintézés, hiszen 2021-től nem kell külön felkeresni az adóhatóságot, a gazdasági kamarát és a jegyzőt. Az egyéni vállalkozóknak pedig lehetőségük lesz a kamarai nyilvántartásba vételi iránti kérelmet, a nav az egyéni vállalkozási tevékenység megkezdésének bejelentésével egyidejűleg kezdeményezni. Az igata vásárok is lekerül némi teher. Számukra könnyebbséget jelent, hogy egyszerűbbé válik a jelzálog jogbejegyzése. Az építetők számára pedig az, hogy megszűnik az építésügyi hatósági engedélyek meghosszabbítására irányuló eljárás, és az eddig kezdeményezhető hosszabbítás ideje beleolvad az alapengedély hatájába. Ezzel az építkezés megkezdésére négy, a befejezésére további hat év majd rendelkezésre. Országosan több ezer települési szintű közhiteles nyilvántartás integrálásával létrejött az országos kereskedelmi nyilvántartási rendszer is. Ennek köszönhetően az állampolgárok gyorsabban és hatékonyabban tájékozódhatnak az egyes kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet végzőkről, azok nyilvános adatairól, többek között az üzlet helyéről, nyitvatartásáról vagy az árusított termékek köréről.